Ez azért hosszabb projekt, mert ez kb. Egy hónappal azután kezdődött, mint az akadémia, mert amit én itt megértem, leginkább az az iszonyatos jó érzés, hogy nem múzel az ember. Tehát, hogyha nem tudok mindent egy témáról, hogyha nem vagyok olyan nyíra otthon, akkor is jó, hogyha át tudom adni a tudásomat, és nagyon sok minden van, amit szerettem volna átadni, úgyhogy sokáig semmi más nem történt lépéshez közben nálunk, mint hogy én mindenkinek meséltem fűnek fának, hogy mik vannak, és itt milyen klassz jó dolgok vannak. Meg azért egy pici előzménye az, hogy az e-hevesi, ami egy protopage alapú oldal, azt én már elindítottam egy kicsit korábban, egy évvel ezelőtt, és bejött. Tehát bejött, hogy nem csak efféle képes könyv volt, hanem igazándiból egy olyan felület, ahol tudtunk dolgozni. Én elmondtam, hogy aki szeretné, annak én nagyon szívesen beszélek erről, aztán utána készítettem egy programvázlatot, amit kiosztottam június 31-én, és aztán gondoltam, hogy majd lesz valami. Hát lesz is, mert 28-án ott ültek 26-an, én gyógypedagógus vagyok, tehát nekem ez tömeg volt, mert ugye 10-kös csoportokkal dolgozom, és borzasztóan meg voltam ilyetve. Volt a csoportban nagyon sok kollégám, de volt, aki elhozta az unokáját is, aki negyedikes, vagy a lányát, aki harmadikos, hogy segítsen neki, meg férj is. És úgy gondoltam, hogy azért, mert én nem vagyok informatikában járatos, attól még egy csomó olyan dologról tudok beszélni, ami fontos, meg jó lehet, és nem biztos, hogy minden eszköznek rendelkezésre kell állni ahhoz, hogy működjön. Aki nem tudja, annak elmondom, hogy nálunk egy darab interaktív tábla nincsen, a projektor az az idei beszerzés, tehát gyakorlatilag volt egy darab infotermünk, a városban négy felé szétszórt iskola, meg volt egy számítógép az én fejlesztő termemben, mert azt én szeretem. És amikor az ember így nekiáll egy ilyen, hogy akkor majd képezi a kollégáit, akkor ugye benne van, hogy úristen, hát egy csomó mindent nem tudok. És tényleg az volt, hogy ahogy mentünk végig az alkalmazásokon, volt egy csomó olyan kérdésük, amiről tényleg őzöm nem volt, mert velem az nem történt meg, és nem tudtam. De volt olyan, aki segített, aki kisegített, és az egésznek nagyon jó hangulata volt. Ebben volt olyan kolléga, aki 60 éves, és volt olyan kolléga is, aki jó 25-tel fiatalabb, mint én, szóval szemtelenül fiatal, és mégis együtt tudtunk dolgozni, és nagyon-nagyon jó hangulata volt ennek az egésznek. Annak ellenére lehet, hogy tényleg mindig valami más történt. És aki ilyet fölvállal, ez borzasztó, mert ugye bemész 8-kor, hogy rendbe hozd az infotermet, mert ugye rendszergazda nincs, informatikus nincs. Ismeritek a problémákat, aztán utána ott vagy nem 12-ig, ahogy kiírtad, hanem 1-ig, meg 1:30-ig, és aztán hazamész, és addigra van 16 darab e-mail, meg 3 felület, ahol kérdeznek, és akkor ugye éjjel 1-ig még rakosgattam, mindesetre azt a megoldást választottam, hogy úgy, ahogy az e-hevesi van, csináltunk egy közösen, ezt rögtön az első nap, egy protobilt oldalt, mindenkinek volt egy saját kis lapja, és akkor azon üzengettünk egymásnak, és mindig volt házi feladat is, tehát én nagyon keményen számon kértem. A műhely témáinak a legelső a protopage volt, tehát ezért nagyon fontos volt az én számomra, hogy ezt tudják, meg ők is érdeklődtek iránta. A második pedig az rögtön ugye a képes alkalmazások, az nagyon vicces volt, mert a suliba XP van, és másfél meg a bájtos letöltés. Na most az XP nem szereti a learning style-tot, a másfél meg a bájtos, mert nem lehet jól dolgozni webkettes eszközökkel, de azért megoldottuk, csak egyenként raktuk fel a programokat innen-onnan, mehet tovább, tehát be tudtam mutatni, meg tudtam. El tudtam mondani, ez nem érdekes, ez csak fénykép. És nagyon fontos volt például egy olyan gyakorlati dolog, mert nagyon sokan azért nem vállalkoznak rá, mert hogyha nincs interaktív tábla, akkor nincsen. Akkor meg kell tanulni ezt a nyavajás projektot összeszerelni 10 perc alatt, meg 6 perc alatt, meg 4 perc alatt, szünetbe. Na most ezt például külön gyakoroltuk, tehát ez egy külön része volt a dolognak. Lehet, így is lehet, és szóval tudjátok, a döbbenet az volt, hogy nyár van, hogy 29-e van, elkezdődött a szabadság, 40 fok van, és akkor ott ül 20 pedagógus, és mindegyik ingyen és bérmentve természetesen, mindenféle előzetes támogatás, meg utólagos támogatás nélkül, és egész egyszerűen csak szeretne valamit tanulni, és ebben voltak alsósok, voltak felsősök, tehát nagyon színes volt a kép. Ezeket vettük végig úgy, amennyire tudtuk. Persze nyilván senki nem lett belőle profi, de valamennyit el tud sajátítani. Hát ugye volt az oldal, és első
tehát soha nem rakunk olyasmit, a gyakorló csoportunk van, hogy nem védjük le. Úgy törölték le az első nap az anyagot, mint a szél. Úgyhogy azzal órákig küzdöttem, aztán utána már okosabb voltam. Mehetünk tovább. Aztán az is nagyon fontos lenne, ugye, hogy legalább amíg oktatsz, legalább addig legyen tisztességes a rendszer, de miért lenne tisztességes? Hát arra 4 napra nem vesznek fel rendszergazdát. A város, aki köz vagy kisvárosban tanul, az tudja, hogy általában úgy van, hogy a rendszergazda az egész város kiszolgálja, tehát sehol nincs ott igazándiból. De hát ez azért nem olyan borzasztó, mert mindenkinek van ismerőse, aki így úgy segít, és hát én is találtam embert, aki hajlandó volt ott a órák hosszat kütyülni nekünk, hogy aztán másnap menjen. Ezzel együtt nagyon sokszor volt az, hogy na hát igen, így működne, ha, de nem úgy működött. Ezeken nagyon jót nevettünk. Megpróbáltam azt, tehát azért volt jó, mert mindent, amit tanultunk, aztán meg tudtam mutatni, mert az anyukája, tehát az elhevesünk, az én osztályom, meg még néhány osztály, ezt már csinálja. Tehát nem mondta, hogy azt mondta, hogy úgy általában szerkeztünk képet, hanem azt mondta, hogy és amikor volt a madarak és fák napja, emlékszetek, na azt csináltuk, így csináltuk, amit csináltuk, és akkor így mentünk végig. A két kislány természetesen az kenterbe vett a felnőtteket, sokkal ügyesebbek voltak. Na, erre nagyon boldog voltam. Ezt azért fontos ez, és ezt nagyon nézzétek meg, mert a végén ugye csináltunk egy műlapot, és akkor azzal pedig értékelni kellett, hogy mi történt a műhelyen, meg mit akarsz, meg mi legyen. És azt kértem, hogy ez csak azt töltse ki, aki biztos benne, hogy elindítja szeptemberben az osztálylapját. Egyrészt nagyon sokan kitöltötték, 15-en, de aztán utána később többen is, csak én ezt gyorsan megcsináltam 29-én, mert tegnap aludtam, vagy szóval utána aludni akartam, mindegy. A lényeg az, hogy ha megnézitek, akkor nagyon-nagyon sok minden van, és én kb. 10-15-ször elmondtam mindenkinek, hogyha ha olyan alkalmazást teszel föl, ami két oldalú, akkor ezt minden nap meg kell nézni. Tehát akkor az nem úgy van, hogy szépen hétfőn fölrakom, és akkor majd vasárnap az új híreket fölrakom, akkor azt kell. És ezzel együtt ilyen sokan mondták, hogy ennyi mindent kipróbálnak. Ez volt a gárda, és tulajdonképpen ezzel így meg is lehetett oldani a dolgot. Úgyhogy, és mondom, a 25-ből 23-an jelentkeztek be, 25-en voltak az első nap, 20-an végeztek. Szerintem ez nem rossz egyébként, és kb. 45 fok volt a tetőt térbe. Menjünk. A legnehezebb feladat, ez mindig egy gázos dolog, tehát ahol az volt a dolog, hogy otthon le kellett hozzá tölteni valami programot, azok voltak a gázosak. Tehát a program letöltése és a telepítése az úgy gondolom, hogy a kollégáim nagy részének, nekem is egyébként én sem szeretem csinálni, gondot okoz, úgyhogy aztán csináltunk ilyen gyors szerviz, hogy körbebiciklisztettünk két fiút, egyémet meg még egy gyereket, és akkor azok ott telepítgették ezeket a dolgokat. Aztán hát így volt a csapat, szóval ha látjátok, ott is egy kislány, ott a patak kisfiú, és akkor a kollégáim meg. És hát egyrészt rögtön megszavazták, hogy még csináljuk egyet augusztusban, másrészt, hogy legyen egy, hát műhelysárnak neveztük el. Az a lényege, hogy két hetenként egyszer találkozunk, elkunyeráljuk az informatika termet, mert én egyébként oda nem vagyok hivatalos, mert ez az informatika tanár birodalma, és akkor ott tudunk egyezkedni meg minden, és hogy működik. Ez egy osztályhonlap. És attól működik, nem attól, hogy a kollégám összerakta, hanem attól működik, hogy itt felrakta, és itt meg már a két gyereket megdicséri, aki kipróbálta az alkalmazást. És akkor, szóval nekem ez volt a Phil Akadémia. Köszönöm szépen! Köszönöm.